15%-kal kevesebb regisztrált bűncselekmény történt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 60%-os a felderítési aránya, ha rendőrség elmúlt évre vonatkozó beszámolóját összegeztük néhány mondatban íme. A megyei közgyűlés legutóbbi ülésén több beszámolót is meghallgatott, elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság beszámolóját is. Eszerint 15%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma az előző évben. Az összmegyei adatokat ismertette a főkapitány, 15.200 regisztrált bűncselekmény történt. A legtöbb jogsértés Nyíregyházán, Mátészalkán és Nyírbátorban. Annak köszönhetően, hogy több rendőr van a közterületen, az ott elkövetett jogsértések száma 25%-kal visszaesett. Súlyos, a köznyugalmat megzavaró közterületi esemény nem történt, tette hozzá a dandártábornok. A lopások, betörések száma csökkent, viszont 17%-kal több gépkocsi feltörés volt az elmúlt évben, főként Nyíregyházán. A designer drogok terjednek, a rendőrség minden erejét mozgósítja a kábítószerrel való visszaélés felderítésében, a terjesztőkre fókuszál és titkos információgyűjtést végez a nyomozás eredményessége érdekében. A közúti közlekedési balesetek száma emelkedett tavaly, több képviselő szerint ezekben a statisztikákban benne van az is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több szakaszon rossz az utak állapota, ezek felújításra várnak. Említették a 49-es számú főút forgalmát, aminek a kocsordi szakasza életveszélyes, de Fehérgyarmat és Vásárosnamény között is szükség lenne rekonstrukciókra. Bár az autós közlekedési morál kevésbé javult az utóbbi években, a rendőrség okos trafipaxok és sűrűbb közúti akciókkal a szabálytalanságok számának kiszűrésén és visszaszorításán dolgozik. Farkas József dandártábornok rendőrfőkapitánya vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Másodszor ül itt a stúdiónkban, nemrég a kinevezése kapcsán hívtuk meg, úgyhogy megkérdeztem, néhány hónap telt el, hogy látja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kapitányságai, milyen kapitányságokat vett át, melyek az első benyomások, kérdeztem így. Én azt gondolom, mint amikor érkezésemkor is említettem, hogy egy nagyon stabil, jó személyállomány van a megyében, akik lelkiismeretesen dolgoznak, és azt hiszem, munkatársaim kellően felkészültek ahhoz, hogy tudjuk kezelni a helyzetet. Természetesen bűncselekmények mindig is történni fognak, de az, hogy milyen szinten, milyen élhető környezet van egy-egy területen, az alapvetően rajtunk és a velünk együttműködő partnereken is múlik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésen a képviselők meg is jegyezték, hogy első alkalommal mutatta be a nyilvánosság előtt is a kapitányságok vezetőit, kapitányait. Ezt miért tartotta fontosnak? Én azt gondolom, akkor, amikor a megyei rendőrfőkapitány jogszabályban meghatározott módon minden évben beszámol a megye közrendjéről, közbiztonságáról, a javítás érdekében tett intézkedésekről, egyáltalán a helyzetről, akkor nagyon fontos, hogy az ő személyén kívül jelen legyenek azok a rendőri vezetők, akiknek a tevékenysége nélkül ez a siker, vagy esetenként sikertelenség is nem jöhetett volna létre, vagy legalábbis a szakmai munkát mindenképpen ők fémjelezik. A rendőrkapitányok vezetői, a szakmai helyettesen pedig azok a személyek, akiknek a tevékenységén, hozzáállásán döntő mértékben múlik a szakmai eredményesség, hogy egyáltalán milyen közrendben, közbiztonságban élünk a megyében. Ugye a statisztikai adatok a tavalyi évre vonatkozóan azt mutatják, hogy a regisztrált bűncselekmények száma csökkent 15%-kal. Ön a beszámolóban kiemelte azt, hogy a közterületen több rendőr van, és ennek köszönhetően a közterületen történő jogsértések száma is visszaszorult. Ez nagyon fontos, hiszen ez egy korábbi programcsomagnak a része volt. Igen, valóban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is részese volt a 2013-ban induló 5 kelet-magyarországi megyére kiterjedő programsorozatnak, ami az elmúlt esztendőben 2014-ben az egész országra kiterjesztésre került, és nagyon döntő volt az, hogy a munkatársaim gyakorlatilag a nap 24 órájában kint tudtak lenni, hogy gyorsan tudtak reagálni a bejelentésekre, hogy kockázat nélkül nem lehet bűnözni a megyében. És szeretném elmondani, hogy ehhez a belügyminisztérium, az országos rendőrfőkapitányság egy nagyon korrekt összegű túlóra pénzt biztosított. Tehát azt jelenti, hogy a munkatársaim a rendes, tervezett szolgálaton felül tudtak kint lenni a közteleteken. Ez is alapvetően része volt abban, hogy csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. És ugye, ahogyan említette, ehhez meg volt a kellő anyagi forrás, vagy plusz forrás is. Ha már itt tartunk, akkor július 1-től az életpálya modell önöknél is életbe lépett. Ez a bérben is megmutatkozik, hogyan fogadták. Nagyon fontos az életpálya modell. Én azt gondolom, a személyállomány, mind a hivatásos, mind a közalkalmazotti állomány is várta, hogy valamilyen formában az illetmény, a fizetés növekedjen, de szeretném leszögezni, ez csak egy szegmense az egész történetnek. Ehhez még rengeteg egyéb más dolog hozzájárul, ami a munkatársaknak az anyagi megbecsülése belett,
a rendszerben való tartását kell, hogy célozza, hogy minél tovább tudjon szolgálni a rendszerben, hogy hatékony munkatárs legyen. Tehát természetesen minden körül a fizetésemelésnek, amivel vélhetően augusztusban találkozik. Milyen az állomány összetétele? Létszámra gondolok, akár infrastruktúrára, felszereltségre, most, ahogyan már átvette, át tudta tekinteni? Minden szakterületen elegendő munkatársal dolgozunk. Természetesen van egy bizonyos mozgás, amelyik egy ilyen nagy létszámnál mindig benne van a pakliban. Tehát akik máshova szeretnének áthelyezést kérni, akár Budapestre, vagy akár az országnak a nyugati felébe. Ahol jobban oda kell figyelnünk, az elsősorban a határrendészeti terület, hiszen a megyének sajátossága, hogy három határszakasz, egy nagyon alig 5,1 km szlovák határszakasz, egy 135 kilométeres ukrán határszakasz, és egy 102-103 kilométeres román határszakasz van. Itt fönn kell tartani a határbiztonságot, a határőrizetet, és természetesen a határon való átkeléseknél, az útlevélkezelőknél azt a megfelelő létszámú rendőr előtt, akik ezeket a feladatokat pontosan ismerik, illetve végrehajtják. A munkaerő vonatkozásában, létszám vonatkozásában helyel közel vannak gondjaink, de a szükséges létszámot mindig is biztosítani fogjuk. Elhangzott egy fontos adat, ami 7,1%-kal jobb, mint a tavalyi évben volt, ez a nyomozás eredményességére vonatkozóan 60%-os az elmúlt évben, tehát 2014-ben, ez minek köszönhető? A nyomozás eredményesség az egy nagyon döntő egy rendőri szervezetnél, mert tulajdonképpen azt mutatja, hogy milyen a munkának a hatékonysága. És valóban az elmúlt években folyamatosan tudott előrelépni a megyei rendőr főkapitányság állománya. Ez a 60% azon, hogy országosan is tisztességgel megállja a helyét. Nos, nem lesz könnyű feladatom nekem sem, hogyha ezt a szintet szeretném tartani, sőt, lehetőség szerint javítani. Ebben benne van az, hogy milyen gyorsan tudunk reagálni az ügyekre, mennyi a felderítési eredményesünk, egyáltalán mennyire vagyunk sikeresek. Ezzel nyugodtan mondhatom, bár a megyéket nehéz összehasonlítani, de azért a top listán ott van Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Ugye két, de legalább két problémás terület is szóba került ezen a beszámoló kapcsán. Az egyik a kábítószerrel való visszaélés, annak a száma, a terjesztői magatartás kiszűrése, a designer drogok jelenléte magyarán. Milyen módszereket fognak használni a felderítésben és a hatékonyságban? Igen, a megyei közgyűlésen is elmondtam, hogy a nyílt nyomozati módszerek csak helyel közel lehetnek hatékonyak. A rendőrség részére biztosított titkos információ tevékenységgel kell megalapozni azt, hogy valóban sikeresek lehessünk. És itt nem elsősorban a fogyasztókról szól a történet, hanem a terjesztőkről, akik nagy pénzt látva ebben a tevékenységben igyekeznek minél nagyobb piacot szerezni a megyében. Talán úgy fogalmaztam, ha jól emlékszem, hogy gyakorlatilag a rendőrség létszáma az, ami befolyásolhatja, hogy hány ügyet tudunk realizálni és felderíteni. Ebben van igazság. De természetesen minden egyes ügyet kiemelten kezelünk. Én munkatársaimtól azt kértem, hogy a jövőben jóval nagyobb hangsúlyt fektessen a titkos információgyűjtés, hogy olyan tényekkel, adatokkal tudjuk megalapozni a későbbi kényszerintézkedéseket, előzetes letartóztatásokat, hogy akik ilyennel foglalkoznak, pontosan tudják, hogy előbb-utóbb kattan a bilincs a kezükön, és előbb-utóbb véget ér a történet. A másik, amire gondoltam, az a rendészeti tevékenységhez kapcsolódóan, kimondottan a közlekedéshez kapcsolódóan, ugye 30%-kal nőtt a halálos balesetek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, összességében véve is a közlekedési balesetek száma növekedett. Azt mondta a beszámoló kapcsán, hogy a közúton, a közúti ellenőrzési akciókban több rendőr lesz fellelhető a jövőben a közutakon. Itt vannak az új okos trafipaxok, azok is segítenek. Hogyan lehet javítani a közlekedési morálon? Az egy sajnálatos tény, hogy az elmúlt esztendőben 2014-ben 11%-kal emelkedett a személyi sérüléses balesetek száma. Az szintén tény, hogy 16-tal többen haltak meg összesen 47-en a megye útjain. Egy embert elveszíteni is nagyon nagy fájdalom, de természetesen a rendőrségnek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a szám alacsonyabb legyen, mert mindenkit hazavárnak. Mint ahogy elmondtam, nagyon fontosak a technikai eszközök, nagyon fontosak a sebességmérő eszközök, de az élőerős rendőri ellenőrzést semmi sem fogja soha helyettesíteni. Ezért munkatársaimtól azt kértem, és a jövőben is ezt fogom ellenőrizni, hogy elsősorban forgalom közben a mozgó szabálysértő kiszűrésére fektessék a nagyobb hangsúlyt. Mert az, hogy álló ellenőrzéseket végeznek, hát fogalmazzak úgy, ez is egy nagyon fontos dolog, ez is a rendőri munka részét képezi. De akkor, amikor közlekedik valaki, és olyan durva szabályszegéseket észlel, ami közvetlenül baleseti veszélyforrást idéz elő, ez ellen
a törvény szigorával kell fellépni. Van-e a rendőri munkában idén-nyára vonatkozó kiemelt feladat, én itt akár fesztiválok biztosítására is gondolok, stb. Természetesen a nyár az a gondtalan pihenésről és szórakozásról is szól nagyon sok embernek. Nekünk az idegenforgalom kapcsán vannak olyan turisztikai frekventált területeink, ahol oda kell figyelni, pláne a közletnek a rendőri biztosítására. Az ott élő állampolgároknak a szórakozását megfelelő formában elősegíteni, egyáltalán biztonságos környezetet teremteni. És hát nem felejtsük el a másik dolog, napjainkban hőhullámok vannak, meleg van, elsősorban a vízi balesetek megelőzése az, ami még nagyon fontos, akár a megyében található vízfelületek, vagy akár a Tisza szakaszán, azt hiszem, hogy a következő napokban, a következő hónapokban, főként augusztusig ebben bőségesen lesz feladatunk. Főkapitány úr, köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!